Kisalföld Podcast. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Szeretettel köszöntjük a Kisalföld Podcast hallgatóit. Én Bella Violetta vagyok, a Lelki Rovatot hallgatják, és a mai vendégünk Hardi Titus atya Pannonhalmáról látogatott ide hozzánk. Ő a Szent Benedek iskolák főigazgatója. Titus atya, szeretettel köszöntünk. Köszönöm szépen. Én is köszöntök mindenkit szeretettel, és rögtön még egy kis pontosítással folytatom, hogy azon túl, hogy főigazgató vagyok a Szent Benedek iskoláknál, a Pannonhalmi Főapátság 10 iskolának a fenntartója, és ezt az egységet vezettem úgy, mint oktatási igazgató, tehát a fenntartói feladatokat látom el a főapátság iskolái mellett. Ezzel el is érkezünk a témánkhoz, ami miatt te érkeztél ma hozzánk, mert egy kicsit ezzel az oktatási feladattal kapcsolatban szeretnénk téged faggatni. Próbáltam utána nézni, hogy talán első Gergely pápa már a 6. század környékén volt az, aki a bencés rendre testelte elsősorban az oktatásnak a szolgálatát. Aztán ez nagyon jól jött mondjuk az 1950-es években, mert úgy sejtem, hogy sok más szerzetes renddel hasonlóan akár szét is zavarták volna a szerzeteseket, hogyha nincsenek az iskolái. Javíts ki, ha nem jól gondolom. De volt-e erre a rendnek, a bencés tanításnak akár egy belső indítatása, belső elhívása is, hogy ezt a ráosztott oktatási nevelő feladatot vigye és elvállalja? Szent Benedek, aki 480 környékén született, egy egészen más világba született bele, amikor még a mai értelmevet iskolák nyilván nem működtek. Ő írt egy regulát, a regula az egy életkönyv, hogy hogyan éljenek a szerzetesek. És a nyugati szerzetességben ez annyira sikeres lett, hogy egy 500 éven át minden szerzetes a nyugati kereszténységben bencésnek mondható, mert a benedeki regulát követi. Ez nyilván annak köszönhető, hogy ebben a regulában egy olyan bölcsesség van, olyan mély meglátás az emberről, ami időtálló. A körülmények egészen másmilyenek lettek nyilván 1500 év elteltével, de a tanítása regulának az annyira mélyen gyökerezik az emberi létben, az emberi lélekben, hogy emiatt új közösségek is, amelyek most születnek, gyakran visszanyúlnak a regulához és annak az alapmondataihoz. Na most az iskolák azok folyamatosan jelentek meg az bencés monostorok környékén, és nem túlzás utólag ráaggatni azt, hogy ezek iskolák. Mi büszkén mondjuk azt, hogy az első magyar iskola az Pannonhalma hegyén 996-ban született, az első közösség indulásával. Mondhatom ezt egyrészt azért, mert minden szerzetesnek tudnia kell legalább olvasni, hiszen zsolozsmázunk, a napi imádságunknak a szerves része. Tehát, aki jön a középkorban, bárki fia is legyen, meg kell tanulnia legalább olvasni, tehetségesebbek azok írni is tanulnak hozzá, és az első magyar diák neve, amely ilyetéképpen ránk maradt, ez egy Maurusz nevű szerzetes, aki Pannonhalmán lépett be, ott lett később apát, majd pécsi püspök lett, mint pécsi püspök írja egy írásában, hogy amikor én iskolás fiú voltam Pannonhalmán, puer scholasticus fuit, iskolás voltam Pannonhalmán, akkor ez is ez történt velem. Tehát ő mint iskolás határozza meg magát. Most ez az első korszak, ezek a kolostori iskolák, ami a apátság mellett működik, és 1802-től lett kimondottan, mondhatnám azt, hogy tanító rendé a bencés közösség Magyarországon. De a benedeki regula önmagában ezt nyitva adja ezt a kérdést, tehát egy bencés közösségnek lehet iskolája, a bencés taníthat iskolában, és az is lehet, hogy nincsen ilyen intézménye. A mai francia bencés apátságoknak nincsen iskolájuk, ők monostorban élnek és lelkipásztorkodnak, a hozzák érkezőket gondozzák, ilyen külső aktivitások nincsen. Ezzel szemben Magyarországon a II. József-féle feloszlatás után, mikor újra alakult a rend, akkor kimondottan azt a feladatot kapja az uralkodótól, hogy középiskolákban, így mondanám most 21. század terminológiával, tanítsanak. És ezért minden novícius, aki belép a közösségbe, az tanári diplomát is szerez.
1948-50-ben a feloszlatás idején összesen 4 szerzetes rendet hagytak megműködni, mindegyiket 2-2 iskola működtetésével bíztak meg, és eme nagyon leszűkített keretek között működhetett a bences rend is Magyarországon. Mi is részben fel voltunk oszlatva, hiszen 300 bencsés volt 1950-ben Magyarországon, ebből 8-an maradhatott házon belül, 9 gimnáziuma volt a rendnek, 5 apátsága, egyházmegyéje, és ezek közül összesen a Pannonhalmi, meg a Győri gimnáziumt vihette tovább, és ez a két ház mehetett tovább. Tehát egy ilyen nagy megcsonkítás volt, ugyanakkor azt is látjuk most, hogy mekkora előny az, helyzeti előny a teljesen feloszlatott rendekhez képest, hogy nálunk van egy folytonosság. Hát azért, akik ma a derékhadát alkotjuk a vezető testületeknek, azok mind 70-80-as években léptünk be. Persze most már mi is öregszünk ki lassan a történetből, de a lényeg az, hogy nálunk egy folytonossága van így a szervezetes életnek, és ez a belső dinamika szempontjában rendkívül fontos. Amikor az előző évben utoljára beszélgettünk egymással, akkor tudom, hogy ilyen számok hangzottak el közöttünk, hogy 4000 diák, 400 tanár, 3 általános iskola, 2 gimnázium, 5 technikum és 3 kollégium az, ami hozzátok tartozik. Ezek a számok még helytállóak, vagy van azóta frissítés? Ez lényegében helytálló, tehát legutoljára a Győr-Szent Iváni általános iskolánkat vettük vissza, ez egy régi főapátsági alapítású iskola, általános iskola, tehát ottan még Krujász Krizosztó főapát alapít Szent Iván községben általános iskolát és óvodát, amelyeket szintén 1948-ban államosítottak, és valójában ezt a főapátsági iskolát vettük vissza a tavalyi évben, tehát ez a legutolsó átvétel gyarapodásunk, azóta nem történt változás, ők akkor 21. szeptember 1-től bencés iskola. Mi a bencés iskoláknak a plusza? Mivel kér, vár el többet akár, és mivel ad többet, akár szülőnek, tanárnak, diáknak, tehát az összes szereplőjének az intézményben? A főapátságnak, a bencés közösségnek van egy látása a világról, az emberekről, és ennek valahogyan meg kell jelennie az oktatásban, a nevelésben is. Az alaphitvallás, amiből kiindulunk, az az, hogy Isten teremti az embert a maga képmására és hasonlatosságára. És ebből az alapmondatból, amit a Szentírás első lapján olvasunk, rengeteg minden következik. Következik az, hogy a gyerek, aki ránk van bízva a nevelésben, oktatásban, az iskolában, az végtelen értéket képvisel. Innentől kezdve az, hogy gyerekközpontú iskola vagyunk, amit nyilván nagyon sok iskola méltán mond magáról, az nekünk egy olyan belső azonosulás, meggyőződés, amiből nem engedhetünk. Értem ezt akkor is, amikor nehéz helyzetekbe kerülünk. Nyilván egy iskolába mindenféle fajta gyerek érkezik, és vannak nehéz helyzetek, amikor a gyerek rosszalkodik, amikor nehezen kezelhető, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési gondokkal küszködik, akkor emlékeztettünk el magunkat arra, hogy ez a gyerek a Jóisten képmására és hasonlóságára teremtetett. Amikor a legnehezebb perceket élem át vele, mert nem jutok zöldágra, akkor ez fontos emlékeztetnem magamat erre, és hogy valahogy azzal a teremtő jósággal, szeretettel próbáljak meg közeledni hozzá, meg rátekinteni, hogy ez az érték ott van benne, és hogy az én feladatom az, hogy ez valahogyan előjöjjön belőle, felragyogjon, és az a kincs, ami ott van, az ne egy elrejtett, eltemetett valami legyen, hanem ez láthatóvá váljék. Ez egy ilyen alapmondat, persze mondjuk ezt valójában minden keresztény iskolára ráhozhatom, mert itt ugye egy szentírási alapot mondtam, és akkor tudok tovább menni. Mert hogy a regula, amit Benedek 1500 évvel ezelőtt írt,
és egy szeretetes közösség számára írja, de mivel az emberi kapcsolatokat rendezi a közösségen belül, ez nagyon szépen alkalmazható iskolára is. És akkor néhány példát mondok, hogy amit elég gyakran szoktam ismételgetni kollégáknak, tanároknak, igazgatóknak. A regulában az apát rendkívül magas helyre van helyezve. Krisztus helyettes a monostorban. És rá van bízva nyáj, és számon is fogják kérni őt az ítélet napján, tehát nagyon erős mondatok hangzanak ottan el. Na most én azt mondom mindig, hogy amikor a tanár belép az osztályba, akkor ő picit az apát szerepét kapja meg abban a közösségben. És az apátnak, most a regulát idézem, mindent úgy kell elrendeznie, hogy legyen, amiután az erősek vádodnak, de a gyengék sem riadjanak vissza. Tehát az osztályteremben belépve a matematika szakos tanárkolléga, hogy egy ilyen rettegett tantár nevet említsek, akkor neki mindent úgy kell megfogalmazni, hogy legtehetségesebb diákja, és lássa meg azt, hogy ebben még mennyi minden van, és hogy nehogy azt gondolja, hogy a Nobel-díjat azt holnap fogja megkapni, csak holnap után, de hogy az, aki a szegény a kettesért küzd, az ne veszítse el a kedvét, és ne szaladjon világgá, hanem bátorítsa valahogyan, és mutassa meg neki, hogy az alapokat ő is el tudja sajátítani, és hogy senkiről sem mondok le abban az osztályban, nincs olyan, hogy azt mondom, hogy ez reménytelen eset, ő üljön be oda hátulról, aztán majd nem tudom, mi lesz vele, megbukik, vagy kegyelem kettest adok neki, nem. Senkiről nem mondhatok le. És rögtön akkor ezt már kimondottan egy ilyen benedeki gondolatnak tartom, és mondom, és talán bizonyos elit iskoláktól ez minket meg is különböztet. Tehát, hogy azt nem tudom elfogadni, hogy mondjuk egy olyan elit típusú iskolává váljunk, ahol csak a legjobbakkal foglalkozunk. Ez nem lenne egy bencés iskola. Ha már egyszer valakit fölvettünk, és utána azt látjuk, hogy hát a felvételinél nem nyug voltak a szűrők, és egy picit kevésbé tehetséges, vagy kevésbé csillogó gyerek bekerült, akinek esetleg meg kell küzdeni a kettesét, hármasért, de hogyha jól érzi magát az intézményben, nem küldjük el. Nem jól fogja javítani az átlagunkat, meg utána az országos rangsorolásnál, hogy akkor melyik iskola hányadik, vannak ugye ilyen híres rangsorok, ott ez a gyerek biztos, hogy rontani fogja a gimnázium átlagát, de nem érdekel. Nem érdekel minket, mert az a fontosabb, az a nevelés, amit vállaltunk, hogy akkor vállaltuk, és akkor végig kísérjük az érettségig, mert hogy a fejlődését találja meg, egyébként meg megszerette a helyet, és ott vannak az osztálytársai, és lehet, hogy sportban, zenében, máson pedig kiteljesedik, és hogyha neki ez a javát szolgálja, akkor mi úton maradunk vele, és segítjük őt az úton. Úgy hiszem, hogy egy tanár, amikor el van veszve ebben, hogy az éltanulókkal legyen együtt flóban és örvendezzen a matematika gyönyörűségének, vagy próbálja a lemaradókat fölhozni, segíteni. Ebben a dilemmában szerintem nem feltétlenül rangsorokra gondol, amikor lemond valamelyik feléről, hanem az a könnyebb ellenállás felé mozdul sok esetben. Hogyan tudja a bencés apátság, vagy a bencés lelkiség áthatni ezeket a tanárokat? Hogyan tudjátok őket kísérni, segíteni őket, hogy valóban ezt a bencés és biblikus beltartalmat, ezt például egy matek óra is képviselje? Nagyon jó a kérdés, és nagyon nagy a feladat, ami nyilvánvalóan egy folyamat. Tehát itten nincsen varázsszerünk, azt még nem találtuk meg, hogy hogyan lehet főképpen már a holnapra egy iskolát bencés lelkiségi iskolává átalakítani. Ami nagyon fontos, az, hogy a tanárral úton legyünk, hogy a tanár is tudjon fejlődni. Az egész oktatás környezet változik. Én tanárként tapasztaltam azt meg, hogy olyan szervezési módszerek, meg ahogyan tanítottam 20 évvel ezelőtt, és tényleg jól működött, az ma nem működik. Tehát ma nem mehetek be azzal az eszköztárral az osztályba, ami 20 évvel ezelőtt még simán minden gond nélkül működött, mert másképpen vannak összerakva a mai gyerekek. Nem rosszabbak, nem jobbak, egyszerűen másképpen vannak összerakva. Ilyeténképpen a tanár kolléga, aki esetleg tényleg megküzd ezzel és megszenved, neki segítenünk kell.
Tehát, hogy egy olyan közeget kell létrehoznunk, ahol a tanár is elmondhassa azt, hogy neki hol szorít a cipő, neki mik a gondjai, mik az elakadása egy osztályban, mi van az, amikor befeszülnek, akár egy csoport az osztályon belül, szóval, hogy itt tényleg úton kell lennünk velük. Minden évben szervezünk bent és pedagógiai napokat. Ilyenkor meghívjuk az iskoláinkban tanító tanárokat, és ezen az úton próbáljuk őket támogatni, segíteni. Ezen alkalmakkor mindig van egyrészt egy lelkiségi lába az eseménynek, ott, ahol a becés lelkiségről, hitünk mélységeiről beszélgetünk, próbáljuk bevezetni őket, panohalmát igyekszünk ezt megszervezni, akkor magától értetődően a közösségnek a zsolozsmáján részt tudnak venni, ez egy nagyon erős láb tud lenni. És emellett pedig vannak kimondott szakmai előadások, szemináriumok, beszélgetések, ott, ahol az, ami őt érdekli, érinti, akkor olyan témában tud elmélyülni. Konfliktuskezelés, digitális tábla használata. Nagyon különbözőek lehetnek ezek. A szakmai legjobbjait próbáljuk meghívni, hogy akkor mondjuk beszéljen a serdülőkornak a válság jelenségeiről, azokhoz hogyan nyúljuk hozzá. Néhány témát dobtam most itten be. A lényeg az, hogy megkérdezzük a kollégákat, hogy hol kérnének segítséget, milyen témákat választanának. A szemináriumokat ők választják ki, amelyik ugye 10-12 fő mehet egy ilyen csoportba, és akkor, amit már előre kiválasztott témát, ahhoz hívunk előadót, és akkor úgy szervezzük ezt meg. Tehát lényeg az, hogy a kollégát is segítenünk, támogatnunk kell. Még egy konkrétumot ehhez hozzáfűzök. A gyermekvédelemmel is sokat foglalkozottunk az elmúlt években Pannonhalmán. Egy ilyen védelmi csoport is létrejött, ahová lehet fordulni diáknak, tanárnak egyaránt. És egészen meglepően magas a tanár megkereséseknek a száma, amikor a tanár kér segítséget, hogy akkor ő ezt a helyzetet hogyan oldja meg, hogyan lépjen tovább ebből, hogyan tudja jól kezelni. A tanárnak is szüksége van a segítségre, ezt mantrázom most, és ebben az iskola vezetésnek felelőssége van, és ezt mindig hangsúlyozom a vezető kollégáknak, igazgatók, a helyetteseknek, hogy figyeljenek a tanáraikra, és álljanak mellettük. A harmadik szereplője egy gyermekfejlődésének, legyen bármilyen korú, az a szülő, már ha ilyen iskolai kontextusban nézzük, mert egyébként elég fontos. Hogyan tudtok a szülők felé kommunikálni, szolgálni, misszióval lenni? Hogyan tudtok akár nekik hasonló segítséget nyújtani? Nagyon nagy feladat ez, és jól kell felmérni az erőviszonyokat, hogy mit tudunk megtenni, és mit nem. Amivel szeretném kezdeni, hogy azért az iskolának alapvetően meg kell maradni a iskolának. Szóval, hogy nem tudunk mindent bevállalni, és sokszor van az, amikor azzal szembesülünk, hogy van egy nagyon nehéz helyzet otthon, mondok egy egyszerű példát, válnak a szülők. Na most ez egy olyan válság, amit sok oldalról lehet megközelíteni, mint lelkipásztor lehetek mellettük, hogyha időben fölfigyelünk a jelenségre, akkor adott esetben még talán kezelni is lehet egy történetet, hogy akkor családterápiát javaslok, és nem tudom, beszélgetés. De az iskolának azért meg kell maradni a iskolának. Szóval, hogy mi mindenek előtt a gyereket fogadjuk, ráfigyelünk, és őt próbáljuk menteni. Hogy bármi is van otthon, akkor mi egy ilyen biztos pont megmaradjunk, és mi ezt tudjuk nyújtani. És innentől kezdve valójában a lehetőség az nyitva áll, és vannak esetek ott, ahol a szülők fele is komoly segítséget nyújtunk, és nem kell persze ilyen nehéz esetekre gondolni feltétlenül, de ez már nagyon változik iskolánként is, hogy melyik iskolánál mennyire alakul ki az, hogy a szülő és az iskola között egy ilyen szoros kapcsolat legyen, és sok minden múlik nyilván azon is, hogy a szülő ebből miben partner és mit hoz be. Van, ahol ennek kialakult nagy hagyománya van, mondjuk a Ökumenikus Általános Iskola Budapesten, amelyiket
most már negyedik éve viszünk, ott ennek nagyon mély hagyománya van, hogy a szülők nagyon kötődnek az iskolához, nagyon sokat várnak az iskolától, nagyítóval nézik azt, hogy mi történik az iskolában, és nagyon sokat kapnak is. Ott egy olyan szülői munkaközösség alakult ki, amelyik rendszeresen évente több alkalommal célzottan kényezteti a tanárokat. Tehát olyan külön napot szervez meg nekik, amikor elviszik a tanári kart, programot szerveznek nekik, valami nagyszerű ebédet kapnak valami választott étteremben, és akkor délután is van valami, és akkor ugye egy ilyen kerek napot megszerveznek számukra. Ahol ennek még nincsen hagyománya, ott pedig a jó példát mutatom a többieknek, hogy figyeljetek, ilyet is lehet csinálni, és amikor SMK-val találkozom, akkor súgok nekik, hogy most akkor milyen irányba induljanak el. Tehát ez itt iskolákként is, meg hagyományonként is változik, mert hogy 10 iskola, ahogyan erről beszélgettünk, hogy ebben van 3 általános iskola, vannak középiskolák, van technikum, szóval ezek egészen más útirányok lesznek. Egy kicsit arról szólva, hogy milyen vallási hitéleti elvárásokkal van az intézmény, ezt tegyük egy kicsit megfoghatóvá. Hogyan élik meg az iskolák például a mostani farsangi és bőjt közelítő időszakot? Akár farsangban vannak-e bálokjelmezes bármiféle rendezvények, akár bőjtben pedig van-e lehetőség, vagy akár kötelezettség tartani valamiféle önmegtagadást az iskolákban? Mindennek megvan a maga ideje, olvasok az írásban, és a farsangnak teljesen megvan a létjogosultsága, ebbe nagyon szívesen beleállunk. Hát a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban ennek nagyon erős hagyománya van, ilyenkor a végzős diákok privilégiuma az, hogy királyjelöltet állítsanak, pártok alakulnak, és akkor az iskola közösség megválasztja királyát egy napra. Ez egy igen nagy esemény, erre egy héten át készülnek a fiúk, hogy akkor a pártok megjelennek, programot hirdetnek, eseményeket szerveznek, és igyekeznek megnyerni az iskola közösségnek a szimpátiáját, minél több szabadatuk legyen a végén. Nagyon nagy mulatság ez, amivel nagy lelkesen beleállunk és csináljuk, szóval minden jó farsangnak abszolút támogatói vagyunk. Budapesten a Szembenek gimnáziumban ott az egyik alkalommal egy ilyen 24 órás dolgot szerveztek meg, egész éjszaka bent volt az iskola, és akkor kártyapartitól kezdve darts és a legkülönbözőbb játékok és minden megjelent, tehát hogy itt a kreativitás annak abszolút létjogosultsága van. És akkor elérkezik Hanvadó szerda, amikor a bőjt elkezdődik. És a Hanvadó szerda az egy nagyon erős esemény szokott lenni nálunk. Ilyenkor együtt kezdjük el ezt a nagybőjti időszakot, meghívjuk a környéknek a protestáns lelkipásztorait, hogy együtt tudjunk belépni ebbe a megtérési időszakba, egész is, hol a jelen van, és együtt hanvaszkodunk, ezt a jelet együtt vesszük fel. Nem nagyon van kötelező előírás a diákok számára, hogy most a nagybőjtöt hogyan éljék meg. Gyerekekről van szó, bőjtöt előírni megfontoltan kell csak. Én, mint igazgató, emlékszem az egyik ilyen nagybőjt elején, kezdetén, azt kértem a fiúktól Hanvadó szerdán, tartottam egy igazgatói alkalmat külön nekik, hogy következőket mondtam, fiúk, ne böjtöljetek, fejlő szervezet, nektek rendesen kell táplálkozni, reggelizzetek, 10 óra izzatok, ebédeljetek, uzsonázatok és vacsorázatok. Amit kérek, az, hogy ne pazaroljál, ne legyen kidobott kenyér, ne legyen moslék. Amit kiveszel, azt hálat egy szívvel edd meg, fogyasztod meg, ez egy szüleid megdolgoztak, iskola ezt elétállalja, de ne pazaroljál. Máshol elképesztően hálásak lennének azért, hogyha azt megkaphatnák, amit a moslékba megy. És utána, amikor visszanéztük az eseményt, konyhában is lecsekkoltattam, lényegesen kevesebb volt a pazarlás. Tehát, hogy valamit megértettek az üzenetből, hogy ők nekik ez lehet a bőtnek az értelme. Felnőtt közösségnél nyilván más a helyzet, ott, ahol azért ennek a bőtnek igazán bőti értelmet is tudunk adni. Egyébként szembenedek a bőtnél
nem annyira az ételtől való megtartóztatást írja elő, hanem azt mondja a regulában, hogy a lelki vágyódás örömével készüljön mindenki húsvétra, valamit ajánljon fel önmegtartóztatásban, tehát nézze meg, hogy az életét hol tudja jobbá tenni, mi az, amit neki tenni kell, és ezt az üzenetet viszont szépen el lehet mondani a fiúknak is, a diákoknak, bocsánat, nagyon sok lány is van az iskoláinkban, fiúknak és lányoknak, hogy hogyan tudod az életedet jobbá tenni, mi az, amire neked figyelni kéne. Ezt lehet érzékenyíteni őket, hogy beszédben, szóban, figyelmességben megosztod a másikkal azt, hogy legyünk kreatívak, de az üzenet az viszont, és ez pedig le mindenkinek szól. Életünket jobbítsuk meg, és tudatosan figyeljünk erre, ez viszont minden korosztálynak szól. Kicsit már a vége felé kanyarodva a beszélgetésünknek ki akartam térni arra, hogy az egyházakat nagyon sokszor éri az a néha előítélet, féligasság, hogy olyan nehezen lépnek, olyan rassú szervezetek, olyan poros, hogyha valamilyen világi változás bekövetkezik, majd jó 10 év múlva reagálnak rá. És azt gondolom, hogy nagyon jövőbe mutató volt figyelni az apátság cselekményeit, akár a bencés iskolákra gondolok, akár más területekre, ahogyan a válság közelettére tudtatok reagálni. Lehetett hallani azt, hogy például Győr-Szent Ivánon úgy hosszabbítotok a téli szüneten, hogy bevezetitek a szombati napot. Egyrészt miben rejlik ez a ti mobilitásotok, vagy előrelátásotok, hogy korábban mertek, sok esetben még a világi szereplőknél is? Másrészt pedig mennyire váltak be ezek az előrelátó dolgok, vagy mennyiben igényeltek akár még további lépéseket, akár itt az energiaválság miatt? Azt hiszem, hogy a kulcs az a párbeszédben, a dialógusban van, hogy valós, mély dialógus legyen a vezetőség meg a beosztottak között. Most egész egyszerűen ezt a képet használom. Én, mint iskola fenntartó, amikor augusztusban leültem beszélgetni a 10 iskolaigazgatóval meg a 30 helyettessel, akkor már látható volt azért, hogy itten baj van, energiaválság van, tehát ezt valahogyan kezelnünk kell, hogy itten úgy elszaladtak az ár, valamit itten tennünk kell, hogy akkor nézzük meg, találjuk ki közösen azt, hogy mit lehet itten tenni. És alulról jövő kezdeményezés volt ez, hogy hoppá, minden csak azt ne, hogy visszajön az az időszak, ami a Covid alatt volt, hogy digitálisan tanítjuk a gyerekeket, hát annak a hatékonyságát tudjuk, hogy mennyire alacsony, illetve az, hogy mennyi sérülést okoz a gyerek számára, hogy nincsen közösségben. Tehát, hogy minden csak ezt ne, ezt kerüljük el valahogyan. Akkor jött ki alulról ez a gondolat, hogy mi van akkor, hogyha szombatokat most beáldozok szeptember-októberben, és akkor így egy hetes szünetet tudunk kiadni a szülői közösségnek. Amikor ráadásul ugye Győr-Szent Iván az Audi mellett van, a Szent Iváni lakosságnak nem tudom, legalább a fel az Audiban dolgozik, ahol egyébként is van egy nagy leállás mindig a karácsonyi szünet környékén, tehát akkor passzol ráadásul az, hogy a gyerek akkor van ott, amikor a szülés otthon tud lenni, tehát ez sem okoz egy ilyen megoldhatatlan gondot és problémát. Nagyon jól bevált a történet. Szóval mindenki megértette azt, hogy azt a szombati fél napot azt érdemes beáldozni, amikor 4 órát megtartottunk, ezzel megvolt a tanítási nap, ezt ki lehetett pipálni, már mindenki otthon ebédelt, és akkor ezáltal így a tanév közben van nekünk mostan több szabadságunk, hosszabb lett a téli szünet, előbb mehettek haza, már karácsony előtt már teljes hetet megkaptak a gyerekek, és ezzel így jól tudnak bánni. Én ezt merem mondani, hogy ez a valós párbeszéd, hogy a diák önkormányzatra számítunk, és meghallgatjuk azt, amit mondanak. Hogy ez be tud épülni ott a gimnázium, vagy az iskolának a vezetőségének a döntéshozatalába. Hogy az iskola vezetés ott közvetlenül tud szólni a fenntartónak, hogy figyeljetek, most azt szeretnék, hogy. És akkor talán ez lehet így a kulcs annak, hogy igyekszünk figyelmesek lenni, és meg is hallani az idők szavait, amit kapunk.
Vannak-e jövőbeli tervek, mi vár most a bencés iskolákra? Mindenek előtt szeretnénk továbbra is stabil fenntartóként jelen lenni. Egy iskola életében az a jó, hogy a kiszámítható folyamatok vannak. Egy iskolát nem lehet rángatni, nem lehet máról holnapra folyamatosan mindig változtatni beosztáson, berendezésen, oktatási struktúrákon. Tehát a stabilitás nagyon fontos. És a főapátság, amely mégis 1000 éve működik és állott a hegyen, azt gondolom, hogy ezt tudja adni, hogy van egyfajta ilyen megfontoltság, bölcsesség benne, hogy stabil háttérként jelen legyen. Ez a legfontosabb, azt gondolom, mert hogyha egy ilyen stabilitás van, béke, nyugalmat tudunk megteremteni, akkor tud jól működni az a nevelő közösség is, az iskola közösség tudja tenni a dolgát. Mert a változást az a gyerek magától hozza be. Tehát ugye a gyerek az nem egy anyag, amit megművelek, és ugyanaz ma, holnap, meg holnap után, hanem hát az az 1001 különböző szint hozza be, és maga teremti meg a helyzetet, amelyiknek szüksége van ugyanakkor arra, hogy bent meg neki kell az, hogy tudja az irányokat, stabil pontok legyenek benne, és itt nem csak épületre gondolok, hanem az emberekre, a szereplőkre is. Az egyik legfontosabb feladatnak, mint iskola fenntartó, az idei évben azt tartom, hogy stabil tanári karunk legyen. A tanári társadalom nehéz időket él át, nehéz hetek, hónapok vannak mögöttünk, az gyanítom még előttünk is, ezért mindennél fontosabb az, hogy jó tanárok legyenek, és meg tudjuk őrizni őket. Ezen dolgozunk, és nagyon hálásak, azt merem mondani, minden apró visszajelzését, amit kapnak, hogy igen, te fontos vagy, és holnap után is veled szeretnénk dolgozni. És még akkor is, hogyha nem tudjuk megemelni kétszeresére a fizetéseket, de a kis jelzések is jelzések, és megérkezik hozzájuk, úgyhogy azt merem mondani, hogy mostan eléggé jó hangulatban vágunk bele ebbe a 23-as esztendőbe. Nagyon szépen köszönjük, Titus atya, a gondolataidat és az ide szent idődet, ahogy a hallgatóinknak is megköszönjük a figyelmét, és a következő adással is várjuk Önöket. Kisalföld Podcast. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.